Megfáradtam, ez egy nagyon jó nap volt alapvetően. Kicsit megijedtünk, mert az etapon kaptunk egy defektet. Valószínűleg ez még a tegnapi köves szakaszoknak a hatása volt, hogy csak egy pótkerékkel rajtoltunk el. Az első perctől fogva tényleg végig előztünk, nagyon sokat mentünk porban, ami nagyon megviseli az embernek, leginkább a navigátoroknak az idegeit. Volt egy ki nem kényszerített ásásunk. Nem nagyon lehetett vele mit kezdeni, mert olyan rossz helyen állt két kocsi, hogy tényleg nem lehetett kivédeni. De viszonylag hamar kijöttünk, szerintem egy olyan 7-8 percet lehettünk benne összesen, bár az is fáj. Az igazság, hogy nagy a hátrányunk, jó lett volna azt a 8 percet is megtalálni. Nagyon nehéz volt a navigáció benne. Most meg ráéreztem erre a fokoknak a navigálására, hogy ez mit is jelent valójában. Az utolsó 40 kilométeren nagyon gyorsan jöttünk, és már csak imádkoztam, hogy nehogy elroncsam, mert addig egészen jól ment. És egy csomószor volt olyan, hogy egy pici navigációs különbséggel tudtunk előzni a porban. Úgy alapvetően elégedett vagyok, szerintem az jó nap volt, élveztem is egyébként. Elfáradtam, de élveztem.